Hát itt mindenkinek itt a 24. részben. Ja, hát folytatjuk, ahol abba hagytuk. Most első körben megnézem itt a helyzetet. Fogalmam sincs egyébként, hogy mennyi fa van felrakva, meg mennyi működik, meg mennyi nem, meg ilyenek, szóval ez egyelőre egy ilyen jó nagy kérdőjel, viszont egy hordócska megvan, az már látszik. Hát a fő pénzkereseti lehetőség az még mindig a hordókban fog rejleni. De hát nem tudom, hogy ezt hogy lehetne tovább gyorsítani, majd csak akkor, hogyha lesz, ugye rá leszünk kötve a vezetékes áramra. Egyébként olvastam valamit ilyen tuning ecuról, amiről egyelőre nem tudom, hogy azt hol tudom összeszedni, szóval az nem most fog kialakulni. Egyébként azon gondolkoztam, hogy valami egyedi kis szint adhatnánk a járgánynak. Várom a javaslatokat, mondjátok, hogyha van valami alap gondolat, hogy mégis mit lehetne csinálni vele. Na mindegy, toljuk a biciklit. De egyébként valamit a vezethetőséggel is csináltak a fejlesztők, mert most jó, így azért elkapar, de például a verseny közben sokkal stabilabb volt, mint korábban bármikor. Nem hiszem, hogy a korábban bevezetett beállításaim hozták ezt a szintet, de aztán a fene tudja. Nem néztem át a kocsit egyébként, hogy mitől húz ez balra. Mert egy kicsit valamiért folyamatosan balra húz. De mindegy, majd legközelebb. Plusz Friendship. Francis-szel ugye tök jól vagyunk. Anthony-val hát kell még bőségesen. Vele is. Ő az éjszakai ragadozó. Anthony friendje. Roger. Igen. Caligas. Nálam. Ugye vele? Hát már nem tudom, hogy miért kell vele. Na mindegy, biztos, hogy jó dolgok, hogyha föl lesz tolva az összes. Mutter, az pedig jó. Na, controls. Artok lecs, oké. Okay. Gamepad, oké. Okay. És break, hol a nitro? Shift cross, tehát az X-el tudok nitrózni, oké. Okay. And break a circle, oké. Okay. Jó, ezeket néha nem árt megnézni. Jó. Jó van, jó lesz. Steering wheel-t egyelőre nem használok. Na, itt beszélgetünk a fiúcskákkal. Hello. Nice to meet you. Yeah, I would like. Őt már egy párszor megvertük. Lássuk. Hopp, itt ez is. Csá. Mi mindig csak rádiókat vesz, de új rádiónk nincs. Legalábbis nálam nincs most. Jó, igen. Lássuk a medvét. Viszont bekapcsolom a nitrót is. Tuti, ami fix. Hát, ha szükség lesz rá. Arm. Power-t 2-esre toljuk. Jó. Na, lássuk a medvét.
Ennyi. És közben megkaptuk a 12 000-ünket is helyzétől, szóval... Fura hangja van a időnek. Na mindegy, nem tudom most merre indultam el, de jó lesz ez az irány. Na ugye egyébként az is egy ilyen kisebb szivatás kategória, hogy ugye azért nem lehet ilyen elektromos autóhítert berakni, mert hogy a generátoros feszkó az nem bírja el. Most igazság szerint, hogyha csak esetleg betennének egy olyan generátort, ami viszont már elbírja, akkor nem lenne ezzel gond. De ez csak az én gondolatmenetem. Elsődlegesen most a füvet csináljuk meg. Ugye az egy dolog, hogy betakarítunk, amit csak lehet, és elkészítjük, amit csak lehet. De minden mellett utána el is kell ültetni a maradékot. Infested! És arra mi az anyámat vegyek? És hol? Mert az infestedet ezt még értem, hogy az mi. Csak hogy az, amit kell kezdeni. Ja, 3 ilyen izém vedrem van. Szóval... ugye ezem jól állunk így, hogy mind a 3 már tadi lett. Bár arra nem emlékszem, hogy a 3-ból mennyi jön ki. De majd mindjárt kiderül. Azt is olvastam, hogy valamikor lesz majd olyan... kiegészítése, vagy illetve van olyan kiegészítése, amivel valamilyen úton, módon gyorsabban lehet ezt az egész csomagolgatást csinálni, de nem tudom, hogy ennek mi a módja az a helyzet. Csak 8 pack van. Most már 9. De ja, akkor egy teli teli basketból egy 10-es tud kijönni. Szóval így kell hozzáállni. Igen, az az infected sajnos. Ő is infested, ő csak watered. Ő is... hát de basszus. Jó, valahol körbe kell majd nézni, hogy hol lehet ilyen valamit találni, amivel ezt a fertőződést ezt így meg lehet állítani. Mert azért meglehetősen jó pár infested van már. Tehát ez annyira nem jó hír. Viszont most így mindenek előtt inkább ültetek. Amíg nedves a talaj. Csak rá kell jönnöm, hogy hol volt az utolsó, amit kiszedtem. Valahol erre. Elmegom. Mert azt olvastam, hogy lehet valahogy trágyázni, meg ilyenek, de... az fogalmam sincs, hogy mivel, meg hogyha most infested lett, akkor mi az anyámat csinálják vele. Csak ilyen kérdéseim vannak, semmi extra. Oké, mennyi maradt? 60! Hát anyám! Jó. Nem tudom, merre folytassam az ásást. Egy olyan, nem tudom, 20-at? Tehát azért ezt a mennyiséget is, ha elpasszoljuk, akkor nem járunk végül is annyira rosszul. Csak nem elég ahhoz, amire nekünk kéne. De ez van, erre az infestedre kéne valahogy rájönni, hogy azzal mit kell kezdeni. De van egy olyan érzésem, hogy ennél a füves résznél tudjuk majd ezeket valahogy megoldani. Na mindegy. Jó, egyelőre ennyi. Viszont mivel este van, így hát ismételtem csak max a vezetés, meg a kis begyújtás vár ránk.
Azért arra az ezres versenyre kíváncsi lennék, hogy az mit tud. Hogy olyan full power nitróval meg tudjuk-e verni egyáltalán, vagy még most úgyse, mert kéne még valami, bár eléggé szét van túrva azért a Verda tuninga, szóval kétlem, hogy lenne bármi olyan extrája, amivel ne tudnánk megbirkózni. Aztán sose tudni. Lehet, hogy az is másfele kanyarodik. Vagy valami ilyesmi. De cserébe, hogyha kiderülne, hogy ott is viszonylag könnyen tudunk nyerni, akkor az esténként még egy plusz ezres napi szinten, ami azért nem egy rossz megoldás. Jó, és akkor hát is igazából ez a mennyiségű hordó az itt is lesz majd. Perfekt. Ettünk, ittunk, mulatoztunk, mehetünk. Még gyorsan ránézek majd a Verdára, hogy olyan minek van ilyen hangja, de hogyha, hát ugye árult izét, kerékagy csapágyat a csávókám, azon filózok, hogy lehet, hogy csapágyas maga a kocsi, és akkor azt úgy jó lenne valahogy megoldani? Vagy én nem tudom. Megmondom őszintén. Jó, picit le is van ültetve, ezt aláírom, de hát most na. Ez ezzel jár. Na mindegy. Nézzük meg a $1000 versenykét. Kinek Xenon fényszörről, úgy érzem, mert ezzel nem sokat látni. Jó, hát nem szándékosan sikerült fejreállni. Oké. És akkor én nem merre megyek tovább. Végül is a mellette lévő úton kötöttünk ki, tehát hogy nem vesztettünk olyan sokat talán. Mondjuk így ennyi erővel emeltem volna ezébe is. A roncstelepre, az is erre van. Szóval tévfél elmúlt, tehát hogy nem nagyon lesznek már ott az emberek, úgy érzem. Ja. Viszont így, mivel nem tudom, hogy a... hogy az itt így hogy fog menni, majd hogy mikor ér véget a hepaj. Így valószínűleg most csak a 200-asat fogom beáldozni, mert hogyha mert közben eltűnnek. Hogyan az? Az biztos, hogy az ezres az más útvonalon fog majd menni. Mert ahhoz külön izé van. Külön idő van. A new best time. Most már csak a megálláson kell dolgozni. Hát jó. Csá. Nem rohadtam le, semmi ilyesmi, csak úgy gondoltam, hogy itt jól néz ki a Verda. És ez igaz is, nem? Mi a helyzet itt a... ez a növényessel. Ó, és hétfő lett. Mert... jó, de ez mondjuk dekor. Ezen gondolkoztam, hogy hát ha esetleg ők tudnak izét.
8 konyit. De ez dekor, tehát, hogy itt nem fog kapni növényvédőszert, úgy érzem. De akkor az hol fog kapni? Úgy érzem, hogy ilyeneket is lehet, kell majd venni. Jó. Szuper. Megjöttünk. Nos, oké. Szirupnak begyújtunk. Locsolni kéne. Miért nincs egy slag? Jó, értem, szirupolni kell. Na, de úgy egyébként van egy olyan ötletem, hogy ezt a növényvédőszert, vagy valami ilyesmit, amivel ezt a fertőzést meg lehet szüntetni, ezt majd onnan tudjuk megkapni, ahova le kell adni még azt a maradék fű mennyiséget. De hát az... sajnos meg kell várni, hogy ezek újra megnőjenek. Mert bár még el tudnék ültetni... mennyit? 40-et talán? Azért... már ezt a mennyiséget is locsolgatni azért idő. És amíg beleszámoljuk azt, hogy kell foglalkozni a szirupval, meg ilyenek, az úgy kicsit-két már néha talán sok. Túl sok a jóból. Jó, és itt még voltak, amiket nem sikerült. Ja. Na. Oké, bent van mizénk még. Inkább abba leszegetünk. Jó, mentés, és akkor utána. Utána toljuk a dolgokat. Aztán menet közben megnézem, hogy a... meg is nézem. Na, meg is van. Fel kell hívni a... ha felhívjuk Martint, akkor ő elvisz az éve. Na, 5-5-5, 1-7, 4-3. Na, és akkor ők elküldik szépen azt, hogy mégis mennyibe fáj az, hogy rákössük magunkat az áramra. Itt még sokkal nagyobb, jobban nem néztem szét. Na mindegy. Ja igen, először menteni kell, és akkor majd utána megy a következő. Windows gomb ki van szedve a izéből, billentyűzetből.